Sziasztok! Harmadik Game Break adásunk következik, ahol is ezzel a meglehetősen ijesztő, ám de ugyanakkor valahol kóba mégis egy kicsit szórakoztató Blood Knight-tal. És mindenképpen kifejezetten csúnya. Játszunk, és egyébként egy förtelmes, szörnyű, recegős, bugos fostalicska, de mi nem adjuk föl, még. És Siriusszal tovább mindjárt megyünk. Mindjárt feldoblak. Fel kell dobnak téged, nem? Azon gondolkozom, hogy mindent feldobálással, de hogy lehet átmenni ezeken a részeken? Nem tudom, de várj egy kicsit most, sajnos. Szerinted föllövök, vagy magam elé? Nem, magam előtt állnak be a nyilak. Azt hiszem, hogy lángba borultam. Mindjárt megoldjuk, egyet se félj. Elhajítalak, és majd a menet. Ja, bocs. A menet szél? Igen, a majd az a vér, az most meg lehet. Ja, nem, ez Blood Coin. Vagy Coin of Blood. Elnézést, hogy az alkotók rettenetesen kreatív ötleteit nem tudom visszaadni egészen pontosan. Én felvettem az ármorokat, de majd valamit jó, áttápolok neked, jó? Úgyis mindig te tankolsz mindent. Önző vagyok egyébként, a csajom is ezért van kiakadva rám, amikor diablózunk együtt. PS-en, hogy állandóan lopom a lootot. Oké. Elvágódtál. Igen, mert azok a fákat dobó kisiparosok engem letaszajtottak onnan. Úgyhogy ha és amennyiben... Van időm és kedvem, energiám és tehetségem. Yes! Oké. Mellé teleportáltam, igen, pedig olyan jó helyen voltam. Oda manifestálottál, ne haragudj. Ott egy csávó. Valószínűleg az én hibám volt, hogy... Osztozzunk meg a véren, ha lehet. Jó, vigyed a vért most. Neked is kevésen, úgyhogy... Ugyan... Így. Jó. Nem, túl sokat szívtam ki. Ne haragudj, nem akartam. Ez az mondat, amit mindig is akartam hallani. A túl sokat szívtam ki. Igen, egyébként... Tehát ez az a beszélgetés, ahol ez simán belefér. Furcsa helyzetek, furcsa beszélgetéseket szülnek. Ó, ez új. Nem is mosdotok? Nem. Oké, is felgyúlott. Az van, hogy majd át kéne engem taszajtanod. Mindjárt, csak megölöm őket alatta. Level up! Ez most pont jól jött. Vigyázz! Rád dobta a lángot, ami láttam. Pontos... De ne autóémelj már egy olyat, amíg... Egy izé mögött áll. Nem akarsz ide felugrani és innen leszedegetni őket? De, most nem azért. Összetlen. Jó, ő vele már. Ne! Ups. Egy Y-t kaphatnék. Font Schwarz, ha kérhetem. De ne azt. Mindjárt megoldom. Pillanat, hogy semmi gond, látom, hogy urol vagy a helyzetnek. Jó, akkor ez megy. Értem, akkor... Ő elszakad innen. Nekem jó, kéne valahogy átjutnom. Ez az. Hát nem mondom, hogy nem volt egy kicsit necces. Jaj, nem. Miért történik ez? Nem érem el őket. Vagy menjék tovább, hogy mellé teleportáljak, vagy nyom meg az Y-t, hogy mellé teleportáljak. Próbálok. Én meg tunkolom az előttem lévő sziklát. Egyébként nem csak a sziklát, ahogy nézem. Nem, kapnak ők azért. Oké, meghaltam, tehát hogyha föltámasztasz, akkor annál nagyobb eséllyel. Oké, akkor most először ne ugorj be, hanem... Oké. Hanem átdoblak innen, és... Dobját. Aztán ugorj ide. Ide, és húzz át, vagy... Ez meg vagyunk. Egy kis vér, várj, egy kis arany. Ne! Miért haltam meg? Hát nem volt ott de még miért víz. Haltál meg? Hát mert elcsesztem a dolgot, szerintem pont belesétáltam a vízbe, mert nem láttam, hogy mi történik, úgyhogy hogyha nyomsz egy Marius? Y-t, akkor csak közben rándul egyet, nem? No mondom. Time to sleep, kaptunk egy öcsit ezért, hát ez egy csoda. Bocs? Én nagyon egyetlen egy ütéstől elhalálozok, tehát hogy ez valami nem kóser. Nagyon kevés élettel élet újra egyébként. Ez nem egy szép gesztus, most majd ha tudod, van időd. Jó, most próbáltam belőlük vért szívni. Ez az. Jó.
Oké, okay, egész jó. Itt vagy velem. Itt szerinted meg tudom innen lőni. Hopp, valakit meglőttem. Húzom magamhoz, akit csak lehet. A fáklyákkal vigyázz, mert nagyon repkednek. Nem tudok fejlődni. Túl laposan. Feldoblak. Jó. Akkor nem. Csak ezt még elintézem, és most tegyél fel. Oké. Okay, kis vért felszedem. Már majdnem. Ez az. Tessék. Tudsz nekem is segíteni? Nem, most nem. Várjál. Kis kicsi önpöti malőr. És most már... És meghaltál! Meghaltam. Hát ez volt az utolsó cselekedetem, és mégis elkurjantottuk. Hol vagy? Jó. Igazán sokan... Most ne szórakozzatok nevelem. Sokan messzebbről nem kezdhetjük. Mi? Én szeretnék ebből a sorozatból kihozni még egy részt, de dolgozik azért, hogy ne. Nem, most felszívtam magam, most megcsináljuk egyébként. Aranyat szedd össze. Jó, tegyél föl. Akkor ugyanez csak föl. Mi van? Miért recek be? Úristen. Jó, mindjárt fent leszel. De miért nem emel fel azonnal, mondjuk? Nem úgy tudom. Tehát gondolj bele, hogy mi lett volna, hogyha ez a játék jó. Hmm. Tehát nem. Tehát nem ismerek. Még akár úgy... Még mondhattuk is volna rá azt, hogy élvezetes játszani. Mert egyébként ez a co-op dolog, ha egy időt után túlerőltetik, akkor természetesen nem lesz annyira vicces, de hogy ez egészen szórakoztató, hogy így... Igen, hogy így oda kell figyelnünk egymást, hogy vedd fel cuccokat. Bár mondjuk... Várjál, megnézem már akkor, hogy... Én is. Ja, még nem léptünk szintet, mert ugye megdöglöttünk. Én fel tudok venni valamit. Az ég ágya meg komolyan. Jó. Várjál, most először elintézem a hordót. A hordót, ne is ugorj be, ameddig nem lövöm le a hordót. Jó, nem csak semmit. Akkor kezdjük a csávóval ott fent. Csak én közben itt kapom a fákját. Nem csak te sajnos, ez a probléma. Jó, és akkor jó. Most egy kicsit előre sétálok, hogy meggyulladjak. És... ez nem az volt. Próbáld a karral, tehát a jobb karral irányítani, semmi? Velmozok, tehát ilyen iszonyatos... Vehemenciával? Igen, nagyon-nagyon pontat. Látod? Tehát, hogy ilyen negyed köröket fordul. Másik ijászt azt el tudod esetleg intézni? Nagyon-nagyon finoman. Tük-tük-tük. Az. Óriási. Na jó, innen már lemegyek. Én is hagyna, hogy véletlenül mellé spannoljak, aztán megijedjek. Ó, ott van. Bogyó. Ja, nem tudlak. Csak te tudsz felrakni engem. Konkrétan bele tollak a falba. Tehát nem. Ó, vér, szíjed nekem most, hogy tök rendben van. Na, nekem rendben van most. Én most fullon vagyok, úgyhogy a maradékot azt most már akkor szedd ki belőle. Á, nem hagyunk itt vért haldoklókat. Nem ejtünk foglyokat. Ez is igaz, egyébként. Na, úgy tovább léptem, mert ugye ez már egyszer volt. Igen. Akkor az csak az lehet, hogy te engem átteszel ide. Mindjárt csak megpróbálom azt a csavot kilőni elő. Jó, akkor fel átdoblak azonnal. Ez így kevés lesz. És víz. Igen, mert hogy... Nekem nem kell ott felállnom. Ja, élesztelek. Itt van még arany. Jó, mindegy, igazából leszállom egyébként. Menj föl a cuccra és ugorj rá, úgy csináltuk, én meg ide jövök, tudsz egy kicsit közelebb állni, mert bedoblak a vízbe. Igen, csak közben próbáltam a igen, tudom. Fáklyák elől is valamit csinálni, de... Csak egyet lőnél bele abba, akibe szeretném. Level up! Fölélesztesz, és akkor jó lesz az nekem. Azt csinálnám, csak... Nem megy fölnek, valami nem sikerül. Te élsz? De nem. Hol? Hát ott. Látod? Ott élsz. Nem látod? Nem mondod, hogy ilyen bugos szar. Hát most komolyan. Jó, akkor a hullámra fölhúzom a szebbik bakancsot, meg a jobbik kardot előveszem a temetésemre, hogy rohadjon meg azért. Level 1. Jó. Valami nagy gyövődés dolgot vettem. Akkor... De most ezt...
Ez mi? Várjál, meghalok. De akkor nem fogunk szintet lépni, és előre kell kezdeni onnan, ahol vagyunk. Hát de most mi mást tegyünk? Exit game and... Bárjál, az kéne még, csak hogy teljesen kilépjünk. Ne, ez még nem az. Na jó. Vagy igen? Jó, megyek. Woo! És elvileg a játék szerint élek, de nem mozgok. Nem hiszem el. Hölgyeim és uraim, tökéletesebb game break-et nem lehetne csinálni. Pedig egyébként én nekem még érted, voltak két eljeim. Ez egy fos. Ez egy vállalhatatlan, finom főzelék, egy tényleg a dadus néninek a csizmájából kikandikáló lábúja ez a játék. Világértve szeretnék kilépni. Nem, tudunk. Exit game, mondjuk. Teljesen kilépjünk belőle? Igen, de aztán loadoljunk vissza. Elképesztő. Elképesztő. Exit game, jó lesz az, yes. Progress view, lost, hogyne, nem baj. Jó, és most resume. És a második slot vagyunk mi. Ilyet... Yes. Ezt tudod miért volt? Jó. Mert hogy pont akkor próbált, vagy akkor haltál meg, amikor szintet léptünk, és automatikusan, vagy akkor próbáltál feléleszteni. Várjál. És én most ráadásul a csajjal vagyok. Ezt figyeld. Látod ezt? El kell menned egy checkpointok, hogy visszalépjek. De ez egy checkpoint, pont. De megvan a fejlesztés? Megvan a fejlesztés. A jobb oldali fegyver nagyobb a tűt, szerintem. De level 2-esek vagyunk, tehát ugyanúgy. Ja, akkor nincs maga fejlesztés. És így viszont magamtól el tudok jutni odáig, de azt nem értem, hogy... Átalakult a pálya. Látod? Hogy ez milyen... Tehát, hogy amikor single-be játszol, akkor... Aha, kösz. Jó, ez így nem lesz annyira cool. Ezt így gondolom mondanom se kell. És te most nem tudsz se start gombbal, se semmivel bejönni mellé? Mindjárt, ha ezeket megölöd, ha sikerül, nem sikerülni fog, akkor másik irány, akkor... Csak itt adni. Nem, izére van szükségünk, checkpointra hozzá. Én most komolyan elbögöm magam. De az mi volt, ha nem checkpoint? Mármint, kérem, az mi volt? A hordót, lőd ki a hordót, ne zavartasd magad semmivel. Én finoman arrébb sétálok. Itt már jó lesz? Ja nem, még mindig nem. Ő beszorult, őt lehet, hogy megölem. Visszahozza őket az AI. Én már csak szótlanul bámulok, hogy emlékszem, én annak idején írtam egy kritikát, és hát nem sokkal tovább jutottam single-be, mint ez, mert hogy gyakorlatilag akkor is úgy éreztem, hogy ez egy fos. De most abszolút azt érzem, hogy tökéletesen megalapozott volt, amit gondoltam. Ide föl se tudok jutni. A hordóról? Le se tudom szipkázni. Hordóról nem tudsz felugrani, hogy felugrasz a hordóra és... Hát ez... Jó, hagyjuk. Nem is számít. De ott a vér, tehát igen. Na és az a rész, amit nem tudtunk megcsinálni ketten, akkor most hajrá! Kösz. Szívesen. De biztos, hogy de lesz... itt most várjál, hogy fogok magamtól átmenni? Biztos, hogy megváltozott. Ott van egy... Látod, ott van rajta egy pluszkő. Közelebb van, át tudsz ugrani. Ezt csak lőd le őket előtte. Hát, de ez így egyszerűbb single-be végigmenni. Egyébként tényleg emlékszem az első pályára is, hogy egyszerűbb volt, tehát nem voltam hajlandó több időt pazarolni erre a játékra. Ha én most visszalépek, egy szinten leszek veled, mert közös a level up, ugye? Örülök, hogy kitakarítom neked az egészet. Szerintem itt át tudsz most ugrani. Hű. Igen, beraktak egy követ, hogy egyszerűen át lehessen szökkenni. Azért a fákjását először. Igen. És hála az égnek, ő se dob sokkal, neki is komoly problémáim vannak az irányítással. Ó, nem ugrottam volna le. Megvan, hogy miért a csaj az, aki eldob, és mert hogy ugye az ő küzdő harc stílusuk... Várjál, akkor már... Én vagyok a hülye.
Hiszen ja, tudom, tényleg ilyenkor szabadon tudsz váltani. Hiszen tudom váltani az emberekkel. Persze, sajnos nincs sok életed. Atya úristen, bocsánat. Ne. Oké, azt fogom csinálni, hogy most szerintem elbúcsúzunk tőletek. És ez lesz az utolsó rész ennek a macaknak. Úgy érzed, hogy elfogyott a... Én tudom, hogy meg... Tehát, hogy... Én szeretnék elnézést kérni minden Blood Knight rajongótól. Tegyétek fel nyugodtan a kezeteket. Ott vagy, join. Akkor menj vissza, kérlek. Hogy ez nem jutott eszünk be egyébként. Bár mondjuk... Hogy checkpointoknál van, csak nem emlékeztem, hogy ott van checkpoint. Én sem. Mert hogy én ezt úgy éreztem, hogy checkpoint, de hogy nem láttam, hogy ki írná. Úgyhogy... Ja, igen. Ne! Jó, felveszem azt a gömböt, ha már így lejöttél újra. Egyszer, tegyél fel. Úgy érzem, hogy most már düböl gyalázunk. Nyomogatjuk ezeket a gombokat, igen. Jó? Viszont a mesterséges intelligenciának köszönhetően visszasétálás még mindig lehet jó taktika. Most már ezeket leszarjuk, ugyebár. Mindjárt megoldom. Szembe lévő ijászt kéne valahogy elkapni. Ő ilyen izés. Jaj. Szerinted beleállnak? Igen. Jaj, nem nyitottuk ki a ládát. Nem, mintha egyébként bármilyen szinten nem tojnám le az egészet. Ja, hogy fel akarsz rakni? Igen, nem is. De fogjuk. Jó, hagyod, nem fontos. Tényleg elbúcsúzunk ettől, tehát ez idegileg, úgy emberileg, mint szakmailag, úgy idegileg. Én nekem ez a bug, ez valljuk be, egy kicsit sok volt talán. Egy az a kritikus szám, amikor úgy érzett, hogy itt a beugrás ideje. Maradt egy ember, és akkor ugye akkor szakáltél be. Hát szerintem ebben a részben azért megmozgattuk a bugokat rendesen ebben a játékban. Tehát jó, hagyjuk ezt. Ne is. Át tudsz dobni? Hát, hogy tudnál. Ide jöttem a szélére. Itt vagyok. És amit pusztítást lehet, még elvégzek itt neked. Én is tunkolom őket. És nézd meg, hát nem látom, hogy hol vagyok ettől a rohadt kiírástól. Mennyire vicces dolgokra kell figyelni játékfejlesztés közben, mert azt hinni az ember, hogy érted, de hogy nem. Ne próbálj autóémezni az izé mögött lévő emberre. Ó, király. Jó, lángolok. Mondanám, hogy ott a víz, de hát nem. Nagyon messze kezdesz, mert nem tudod őket visszahozni. Hát de ide spawnolsz hozzám. Arra törekszem. Kirem. Érted? Látod? Megsporoltunk egy felesleges egy felesleges tört. Szenvedés. Na. Jó. Itt van valami. Meglehetősen szarul vagyok. Poor crossbow. Ez viszont a tiéd. Ez vagy téged illet. És én nem is én vettem föl. Nálam van akkor. Nálam van és jobb. De nem azt nyomtam, amit akartam. Jó. Nem, most két menő crossbow van nálam. Jó. És ez probléma? Nem, dehogy is. Na. Az a fönti felső név. Adsz egy pici életerőt? Mit nyomok hozzá? Ezért a Y-t nyomod. Tessék. Kösz. Tessék. Ops. Nem, már nem kell. Kicsit talán ez túl teljesítés volt, de... Jaj, már... Bocs. Én elmennék. Ja, hogy téged közben felkap. Jó, sem baj. Meghaltunk. Ennyi lett volna mára, köszönjük a figyelmet. Hölgyeim és uraim, azt gondolom elfogyott a türelmünk, hogy mivel folytatjuk mi majd. Mi is bének voltunk, ezt azért valljuk be, hogy mi is elrontottunk dolgokat. Azonban vannak dolgok, amiket nem lehet erre ráfogni. Például amikor a háton fekvő kollégára élő játékosként gondolunk, az minden esetben problémás. Meg az is, hogy ugye, amikor ellenségekkel vagyunk körülvéve, akkor miért egymást emelgetik a karakterek, amikor megnyomok egy automatikus gombot. Rossz gombot nyomunk.
Ez a mi hibánk, érted? De hát hiszen miért? Fel akarom őt emelni. Minden. Kényelmetlen. Ja tényleg, mert az ellenfelet is. Tehát én felé álltam, de téged emeltem. A prioritások. Mindegy. Ennyi lett volna mára. Köszönjük a figyelmet. Sziasztok. Sziasztok.